akinek annyi az IQ-ja, hogy cigarzzon, hát annak annyi a szintje, hát engem ez hol érdekel? Hát engem hol foglalkozok el, hát hol leszek én az idegbeteg? Ha valakinek ez örömet okozhat, akkor egészségükre, sok sikert! Az elmúlt hétvégén rendezték meg a labdarúgó NB1-ben a Ferencváros DVSC rangadót. A találkozó 2-2-es végeredménnyel zárult a Grupama arénában, a nézőtéren pedig ott volt Gásper Győző és családja is. Az énekes showman újabban gyakran tűnik fel a Fradi hazai mérkőzésein, jelenléte pedig erősen megosztja a futballdrukkereket. Az elmúlt hetekben a hazai szurkolók részéről is sokan keményen kritizálták a nógrádi celebet, most azonban az Üllői útra vendégként érkező debreceni ultrák találták meg, és illették igen durva vulgáris és rasszista rigmusokkal. Gásper Győző telefonon értük el a 0.hu podcast stúdiójából. Köszöntelek, Győző, hogyan értétek meg a vasárnapi meccsen történteket a családtagjaiddal? Én nagyon boldogan éltem meg, én nagyon jól éreztem magam a családommal, elmentük szurkolni, mi nem verkedni mentünk, nem kiabalni mentünk, nem gyűlöletet uszítani mentünk, mi azért mentünk, hogy drukkoljunk. Mi jól éreztük magunk, aki meg rang, követ szólt, hát így jött, hát Istenem, hát annyira nagy a gyűlölet az országban, hogy egyszer nem bírnak magukkal. Engem ez nem érdekel. Ha ezzel foglalkoznak, akkor rég nem lennék itt 24 éve. Mi elmentük a családommal, jól érett magunkat, drukkoltunk, és ennyi. És akkor nem viselt meg az, ahogy támadtak titeket? De ahogy viselt meg engemet. Hát engem a bolond ember soha nem visel meg. Aki szellemfogyatékos, engem az nem visel meg, én azzal nem foglalkozom. Akinek annyi az IQ-ja, hogy cigarzzon, hát annak annyi a szintje, hát engem ez hol érdekel? Hát engem hol foglalkozok el, hát hol leszek én az idegbeteg? Ha valakinek ez örömet okozhat, akkor egészségükre, sok sikert. Hát tudták ezt, hogy 24 évvel ezelőtt, amikor 99-ben köztudatban jöttem, tudták azt, hogy nem vagyok olasz, nem vagyok spanyol, nem vagyok török, hanem cigány gyerek vagyok. Hát kell cigányozni a mai világban, 21. században vagyunk, de hát ennyi az ő IQ-jukra, állok nekik. És szerinted egyébként erre mi lehetne a megoldás? Vagy létezik erre egyáltalán valamiféle megoldás? Engem megmondom őszintén, a megoldások nem érdekelnek. Én azt tudom, hogy én a családommal jól éreztem magam ott, mi drukkol mentünk. Akinek meg ennyi az öröme, akinek sok sikert kívánok. Azért, mert sok újságíró fölhívott, hogy érzem magam. A gyerekek, ugyanúgy eljöttem dolgozni, ugyanúgy telik a napom, ugyanúgy csinálom a munkámat, ugyanúgy fordítok. Ugyanúgy megyek hétvégén két lagziba egy falunapra fellépni, úgy csinálom az életemet, az, hogy valaki cigányozik, hát Istenem, hát most gratulálok. És te egyébként érzed azt, hogy a Fradi szurkolók támogatnak téged ebben a kialakult helyzetben? Nagyon, nagyon. A Fradi szurkolókat innen is küldök egy nagy I love you-t, mert azt a támogatást, amit két napja kapok tőlük, meg előtte is kaptam már tőlük, de amit kapok tőlük két napja, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm. De nagyon köszönöm. De tényleg nagyon köszönöm, mert egyszerűen az, hogy mellette van, és ebben egyetlen egy nagyon-nagyon lényeg, hogyha megnézzük, egy cigány gyerek, egy sajbótarjani cigány gyerek odaállt a Fradihoz, előtte is Fradi szurkoló volt, csak a cigány gyerek nem ment el, mert nem megy. Most meg elmegy, és mindenkinek szemet szúr. Most ott vagyok, rajongok, drukkolok, és milyen érdekes, megint a cigányerek olyan dolgot hozott a Magyarországra, hogy innentől kezdve mindenkinek majd öröm lesz focira járni, öröm lesz ott ülni. Mert volt már ilyen dolog, hogy engem támadtak valamibe, és akkor nézzük meg, én 2005-ben bekameráztattam magam, utána az összes celeb bekameráztattam magam. Nézzük meg, az összes celebnek reality show-ja volt, az összes celebet követték az életüket, az összes celebnek érdekes, én mindig behozok valamit az országba, azt követtek engem. Hát hála jó Istennek, tessenek is, és ilyenek, dukkoljanak a Ferencvárosnak, mert hajrá a Fradi. Ennyi. Akit még nem tetszik, az maradjon otthon, mert nézze a tévét. Engem egyáltalán nem viselt, hát Istenem, nem is mondok semmit. Mi jól éreztük magunkat a gyerekekkel. Beállt, drukkolt, élvezte, én élveztem. Az, hogy kivaltak, hogy győzik-e, gecik-e, hát most erre mit mondja? Erre most mit tudjon az ember mondani? Mit tudjon az ember? Nem csak én voltam cigány ott a nézőtére, többen voltunk cigányok. De most erre mit tudjon az ember mondani? És az, hogy az ő csapatban is van kisebbség, álljon már meg a menet. Ez azt gondolom, hogy ez buta szórakozás neki. A pályán nincs gyűlölet, a pályán egyek vagyunk, a pályán nincs az, hogy most én cigány vagyok, én olasz vagyok, én magyar vagyok, nem, egyek vagyunk, mert egy a vérünk.
És akkor a továbbiakban is kiársz majd a Fradi meccsekre támogatva. Na, hogy kiárok, hát ez nem kérdés. Hát, aki most például látta a Facebook oldalamot, most tegnap is mit raktam ki, ma is mit raktam ki. Hát na, ahogy kiárok, hát nem tesztek tönkre. Hát 24 éve idegbeteg lehetnék. Nem elég, hogy pánikbeteg vagyok, de idegbeteg lehetnék amiatt, hogy az emberek mit írnak rólam. Hát olvastam most reggel a kommenteket, hogy küldönek az anyámba, meg mindenba, küldjönek. Jó szórakozásra, nekik erre van idejük, hogy kommenteljenek. Jobb, ha otthon kitakarítanak, levágnak a füvet. Vagy jobb, ha otthon a családdal foglalkoznak. Kinek a családommal foglalkozom? A családommal elmentük vasárnapi ebéd után. Fradi meccsre, jól éreztük magunkat, a többi meg nem számít.